Krétakör, K-Monitor, Transparency International. Ezek azok a szervezetek, amelyek miatt a kormány nekiment a norvég civil alapnak. A 444.hu hozta nyilvánosságra azon szervezetek listáját, amelyek támogatást kapnak a norvég civil alaptól, de a kormány szerint baloldali kötődésűek. A Transparency International szerint a lista azt jelenti, hogy a kormány próbál fogást találni a civileken. Hozzátették, kizárólag a norvég kormány feladata eldönteni, hogy mely szervezeteket támogat a norvég adófizetők pénzéből. Visszautasították azt a vádat is, hogy baloldali kötődésűek lennének. Ligeti Miklós a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok. Ön balos? Sőt, vörös. Természetesen nem. Középen na most állunk, elfogadatlanok vagyunk. Tehát mi korrupcionális szervezet vagyunk, és hogy így elejébe vágjak mindenféle kérdésnek, mi ezt az egészet egy kicsit bumfordi, de azért veszélyes gondolatokra visszavezethető ötletnek tartjuk, és ha nyugodtan, rezignáltan és viccesen akarunk hozzáállni, akkor azt mondjuk, hogy minket így dicsér a kormány. Mi egy korrupcionális szervezet vagyunk, ezt már itt is és más fórumokon is sokszor elmondtam, hogy ha minket a kormány, a bármikori, mindenkori kormány szeret, és azt mondja, hogy jól dolgozunk neki, akkor valamit rosszul csinálunk. Na jó, de most nem azt mondták, hogy szakmailag ezt és ezt rosszul csinálja a Transparency, hanem azt mondták, hogy baloldalhoz köthető, abszolút politikához köthetőek. Hát szálazzuk szét a rétegeket, mondtam, van a mögöttes mérétekben egy veszélyes vízió, ami arról szól, hogy ez a kormány nem nagyon tudja tolerálni azt, hogy vannak tőle független, általa nem vagy csak nagyon nehezen kontrollálható szervezetek, és még az ilyen apró kicsi függetlenségeket sem tudja tolerálni. Ugye indult onnan az egész, hogy lebontották a fékek és ellensúlyok rendszerét, illetve nagyon jelentősen meggyengítették, és most oda jutottunk, hogy a placon valószínűleg a közterületi szintén az utolsó független a politikát kritizáló, a politikai térben is megszólaló szervezeteket kell kikezdeni. Ez egy nagyon veszélyes vízió, hiszen ez azt jelenti, hogy ez a kormány csak akkor nyugodt, hogyha mindent és mindenkit ő irányít és ő kontrollál. Ugye nekünk nincsenek ezeknek a szervezeteknek, amelyek a listára felkerültek ebbe a nagyon illusztris társaságban, nincsenek kormányzati kötődéseink olyan alapon, hogy kapnánk kormányzati pénzt, tehát nem kapunk, nem kérünk és nem is fogadunk el állami finanszírozást, és valószínűleg a kormány úgy gondolja, hogy ha valakit nem ő finanszíroz, akkor az biztosan csak ellene dolgozhat. És a retorikai réteg, ami erre rárakódik, hogy ezt mégsem mondhatja a saját közönségének, hogy barátaim, én azért támadom ezeket a szervezeteket, mert hogy ezek engem kritizálnak, és ezek tőlem függetlenek, és én akkor vagyok nyugodt, hogyha én ezeket befolyásolom, vagy az uralmam alá hajtom. Hát ezért meg kell minket címkézni, most azt a címkét kaptuk, hogy mi baloldaliak vagyunk. Természetesen akkor nem számítottunk baloldalinak, amikor a kormánya velünk, például a K-Monitorral, a Transparency-vel akarta hitelesíteni a korrupcionális korábban 2 évesnek mondott elég vékonyka intézkedési tervét. A végrehajtásból ugye ki is léptünk egy jó éve, és akkor sem voltunk baloldaliak, amikor a választási kampányban az ellenzéki többek között baloldali pártok ígéreteit méreteztük, vizsgáltuk, és azt mondjuk, hogy ezek az ígéretek katasztrofálisak. Amikor meg elmondtuk, hogy a kormány túl sokat költött a kampányára is messze többet, mint amit a törvény lehetővé tett volna, akkor meg rögtön MSZP kampányt folytattunk. Szóval ezek a dicséretek, ezek az állandó jelzők. Na jó, de most ebbe a dicséretbe azért bele is roppanhatnak. Azt nem tudom, hogy önök anyagilag hogy állnak, de hogyha egy civil szervezetnek az eddig a megélhetését, működését biztosító pénzügyi csapot elzárják, akkor aztán büszkék lehetnek a kritikájukra, de több kutatómunka az hogyan? Nehéz és kihívásokkal teljes, de azért szerencsére nem vagyunk abban a helyzetben, hogy a magyar kormány el tudná zárni a norvég alapnak a pénzcsapjait. Ezek a pénzcsapok egyébként ismertek voltak, tehát, és maga a támadás is ismert, egy éve zajlik, ugye a heti válasz egy évvel ezelőtti Pulitzer-díjas oknyomozó teljesítménnyel feltárta a honlapunk tartalmát, és megállapította, hogy a OSI-tól, tehát a Soroshoz köthető nyílt társadalom alaptól, illetve a norvég civil alaptól is kapnak pénzt ezek a szervezetek. Na, de ez a történet, ez ugye tavaly augusztusi, igen. Ez a mai napon megint aktuálissá vált, mert a 444 kérte meg a minisztériumtól, hogy mely civil szervezetekkel van problémája a minisztériumnak, és ma megkapta a 444 ezt a listát. Aztán egy, szintén egy hosszú nyomozás
során azonnal, tehát nagyon hamar kiderült, akkor inkább így fogalmazom, hogy ez az, amiről tavaly augusztusban a Heti Válasz írt. De gyakorlatilag egy Ctrl-C, Ctrl-V lenyomásával ezt így a minisztérium a Heti Válasz cikkéből azt a táblázatot átküldte. Ezt döntse el a minisztérium, hogy ő honnan szerezte ezt a táblázatot, vagy számoljon el ezzel a teljesítménnyel újra a Heti Válasz. Igazából megint próbálunk humorosan hozzáállni. Tehát most a kormány összehozta azokat a szervezeteket egy listára, amelyek még függetlenek és kritikusak. Sajnálom azokat a valószínűleg létező független és kritikus szervezeteket, amelyek erről a listára nem kerültek fel, és akkor ők most kormányigában vannak. Nem akarok tippeket adni a kormánynak, csak zárójelben jegyzem meg, hogyha azt mondta volna valaha, hogy mondjuk a trafik törvényt nem érti, hogy miért kritizálja a TI, hiszen a TI-val hosszas együttműködésben alakította ki a koncessziós szabályokat, akkor mi rég futnánk a pénzünk után, és próbálnánk elmagyarázni, hogy nekünk ahhoz semmi közünk nem volt. Tehát nem azzal lehet lejáratni egy ilyen bejáratot, jól működő civil szervezetet, hogy politikai ellenségként próbáljuk megcímkézni, hanem a kritikus teljesítménnyel kellene minket éppen, hogy hírbe hozni. Szerencsére erre a kormány még eddig nem jött rá. Hogy mit tud elzárni, milyen csapat és mit nem, az már a tegnapi nap híre volt, hogy a KEHI, az meg még egy nappal korábbi hír volt, hogy KEHI vizsgálatot kér ezekkel a civil szervezetekkel kapcsolatban a minisztérium, és az pedig a tegnapi nap híre volt, hogy a KEHI egész egyszerűen nem vizsgálhatja ezeket a civil szervezeteket, hogy egyiket sem, vagy csak mondjuk az ökotársat, az biztos, de az meg már a mai nap hír, hogy az ökotárs alapítvány adószámát is felfüggeszthetik, hogyha nem teljesíti a KEHI-nek a kéréseit, nem adja át a dokumentumokat. Pedig az adószámát felfüggesztik, akkor a működésnek is addig egészen biztos, hogy vége. Ezért mondtam, hogy emögött azért van egy veszélyes és humorosan nem szemlélhető mély réteg, hogyha a retorikai fogások, a baloldalának címkézés, az idegenekkel való együttműködés, a háttérhatalomnak való sugás, a külföldi finanszírozás nem jönnek be, tehát nem lehet ezzel a feltételezett ellenséges donorokat, akik pénzt adnak, visszatántorítani, akkor jön az adminisztratív ledolgozás, és ez már egy sokkal veszélyesebb terület. Arról már nem tudunk humorosan beszélni. Arról nehéz, bár azt most nem is tudnám megmondani, hogy a KEHI-nek van-e ténylegesen joga vizsgálni civil szervezeteket. Megnéztem az államháztartási törvényt, ott az egyértelmű megerősödött az a tudásom, hogy a KEHI, mint egy állami kormányzati ellenőrző intézmény, az adópénzeket, a közpénzeket vizsgálja. Igen. Tehát vizsgálat egyébként nem állami szervet, akkor is annál közpénz van. Itt azonban arról van szó, hogy magyar közpénz, hangsúlyozom, nincsen ezeknél a szervezeteknél. Nem csak a norvég alapból nincsen egyébként, a Transparency egyébként sem kap, nem is kér, nem is fogad el állami direkt támogatást. Egyetlen állami projektünk van folyamatban, a gazdasági versenyhivatallal, pályázati alapon kötöttünk szerződést egy nagyévű kutatásra, egy csekély összegű támogatás ellenében. Azt nem tudom, hogy van-e köze ahhoz, amiről eddig beszéltünk, annak, amiről majd ezután fogom kérdezni, sőt, inkább azt mondom, hogy egészen biztos, hogy nincsen köze az eddig beszéltekhez, ahhoz, amiről most fogom kérdezni, Lázár János utazgatásaihoz, vagy utazásaihoz, mert hogy az Origo igényelte az adatot, aztán amikor nem kapta meg a bíróságon, az önök jogi képviselője képviselte az Origo újságíróját, és így tudtuk meg a bírósági úton azt, hogy Lázár János 3 út folyamán mintegy 2 millió forintot költött el, na valószínűleg igen drága szállodákban szállt meg. Lázár János azt mondta, hogy jó, hát hogyha ez így kell, akkor visszafizetés, mert tegnapi napon vissza is fizette ezt a 2 millió forintot. Ezzel vége ennek a történetnek? Hadd pontosítsak. Igen? Azt tudtuk, hogy mennyit költött. Tehát az a miniszterelnökségnek a honlapján egy rendszeresített formatáblázatban megjelent, hogy az állami vezetők és a közdolgozók kiküldetésének mi volt a költsége. Arra mentünk rá a perben, hogy pontosan melyik szállodában szállt meg, kivel és miért találkozott, milyen feladat ellátása érdekében, és hány fős delegációt vitt ki magával. És csodálkoztunk, hogy ezt miért nem lehet tudni. Azt állította a miniszterelnökség, hogy ezek annyira rendkívüli közfeladatok, hogy ezek nemzetbiztonságilag szenzitívek, és nem lehet erről többet mondani. És a héten volt egy tárgyalás, a harmadik ebben a fordulóban, néhány kérdésben ítéletet hozott a bíróság, igazat adott nekünk, és így tudtuk meg azt, amit megtudtunk, illetve kötelezte a
bíróság a miniszterelnökséget, hogy a szállodák megnevezését, a szobánkénti szállásköltséget, valamint a tárgyaló partnereknek a rangját, beosztását is nevezze meg. Azt a perben a miniszterelnökség maga elmondta önként, hogy két fős delegációról volt szó utaként, tehát az államtitkár plusz egy ember elutazott. És ki ez a plusz egy ember? Ezt nem tudjuk. Annyit tudunk róla, hogy ő is valamilyen közszolgálati dolgozó, ez már korábban kiderült. Tehát ezt ott a bíróságon mondta? Ezt a bíróságon az egyik korábbi tárgyaláson megtudtuk, hogy vagy egy hivatásos állományú titkosszolga, vagy egy kormánytisztviselő, vagy valami hasonló rangban beosztásvevő állami fizetésű ember. Ami meglepett minket is, ez a visszafizetés. Tehát ez valami teljesen új védekezés, mert ugye akkor kell valamit visszafizetni, ha jogosulatlanul vették föl. Mi pedig nem állítottuk soha azt, hogy egy államtitkárnak rendkívül olcsó szálláson kellene megszállnia, legyünk büszkék, egy magyar államtitkár az menjen egy elegáns jó szállodába, és ha közfeladatot lát el az utazásai során, akkor tessék neki kifizetni azt, ami a jogszabályok szerint jár. Ha most hirtelen ezt vissza kell fizetni, akkor fölmerül az, hogy ezek jogosulatlanul felvett összegek voltak, de akkor miért kellett a perben folyamatosan azt állítani, hogy nagyon közfeladat, hiperközfeladat, nemzetbiztonsági feladat. Azon kívül a munkatársamnak a költségét is saját zsebből visszafizetem? Mert ez a 2 millió forint, ez kettőjük szállása volt. Így van. Tehát jön velem egy állami fizetésű akárki, ugye nem derül ki. Mondjuk egy személybiztosító, mert egy miniszterről van szó, egy államtitkáról van szó. Akkor, amikor egy újságíró, az Origo újságírója az önök segítségével a bíróságon odáig eljut, hogy azért mégis valami információt kell erről a közpénzköltésről szolgáltatni a miniszternek, a minisztériumnak, akkor durcásan azt mondja, hogy jó, hát akkor saját zsebből visszafizetem a költségünket. A munkatársét is. Ezt különösen nem értjük, de ilyen áldott jó főnököt. Biztos, hogy nincsen vége a történetnek itt, hiszen azt is nyilatkozta az államtitkár, hogy mindenben áll a bíróság rendelkezésére. Hát a bíróság részítéletet hozott, három kérdésben választ kell kapnunk, és hogyha mindenben együttműködik a bírósággal, akkor ezeket a kérdéseket nyilván meg kell válaszolnia. De azt is arra is kötelezte a bíróság, hogy azt is mondja meg, hogy ki volt az? Az nem volt már kérdés, tehát az utitás személye az nem volt kérdés. De ezt meg kell mondani, hogy utitás személyét? Nem kell. A pert magát mi azért indítottuk, hogy azt modellezzük, vagy megtudjuk, hogy meddig lehet formátlanul, partalanul arra való hivatkozással visszatartani egy közpénzadatot, hogy az nemzetbiztonsági érdeket sértene, ha megtudná a lakosság vagy a polgárok, hogy az valójában mekkora összeg volt és mire fordították. A bíróság partner volt ehhez a törekvéshez, és azt mondta, hogy ilyen érdekre nem lehet hivatkozni, hogyha nem tudnak valami konkrét körülményt felhozni. A konkrét körülményt, amit tehát azért hoztak fel a bíróságon konkrét körülményt, az egyik az volt, hogy egy német állampolgárral a magyar-német, valamint a magyar-orosz kapcsolatokról tárgyalt Lázár János. A másik konkrétum pedig Olaszországban, a Svájcba illegálisan vitt magyar pénzeszközökkel kapcsolatban folytatott tárgyalást a tárgyaló partner által megjelölt szállodában. Ezek nagyon komoly kérdések, még azt is el tudom képzelni, hogy ez tényleg nemzetbiztonsági kockázatokat rejtő, ez egy ilyen kicsit titkos akció volt. Jön az én tárgyaló partnerem, azt mondja, hogy a 7 csillagos, nem tudom milyen szállodába, 10-kor. De attól nekem még nem kötelező ott aludnom. Még csak azt sem mondjuk, hogy egy államtitkár tényleg spóroljon. Tehát nem akarjuk azt a látszatot kelteni, hogy mi a pénzköltés mértéke miatt pereltünk kizárólag. Nyilván azért választottuk ezt az adatot. De hogyha valami nagyon drága szállodát jelöl meg a tárgyaló partnerem, és én nem mondhatom, inkább találkozunk már Mekibe, vagy nem tudod, oké, legyen egy nagyon elegáns helyen a tárgyalás, de attól még nem muszáj ott kivenni szobát. De emberek vagyunk, hát lehet, hogy este 10-től hajnali 2-ig tartott a tárgyalás, és nem volt kedve már átmenni egy olcsóbb szállodába, és nem is erről van szó. Amikor a pert indítottunk, nem számítottunk arra, hogy az derül ki, hogy két fős delegáció volt. Arra gondoltunk, hogy egy nagyobb létszámú csapattal mehetett, vagy esetleg valaki túldimenzionálta a biztosítási igényt, és lefoglaltak 5-6 szobát, hogy az államtitkár által használt szoba környezete. Ez egyébként egy szoba volt? Nem tudjuk. Tehát ez is a per tárgya, hogy mennyire lehet részleteket megtudni egy nemzetbiztonságinak nevezett érdekkörről, anélkül, hogy az adatgazda, az állam igazolni tudna, hogy mi az a konkrét nemzetbiztonsági veszély, aminek ki lenne téve az ország, ha megtudnák, hogy mondjuk az államtitkár a Sheratonban vagy a Hiltonban szállt meg. Megjegyzem, azon sok jobban meg voltunk lepve, hogy az ön által most felolvasott konkrétumokat megtudtuk a tárgyalások tartalmáról. Azok nemzetbiztonságban nagyobb kockázatnak tűnnek. Tehát ha
most legközelebb akarunk menni Svájcba menekített magyar vagyonokról tárgyalni, lehet, hogy kétszer is meggondolják, mert itt egy civil szervezetnek Pesten ezt el fogja mondani. Simán elmondják, hogy Olaszországban egy szállodában tárgyaltak erről. Ez nekünk is furcsa volt. Most meg azt is jogunk lesz tudni, hogy pontosan milyen beosztású rangú személlyel tárgyaltak. Hát akkor lesz még folytatása. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.